Az országban egyedülálló bokortanyás település szerkezet úgy jött létre, hogy a térségbe telepített tirpák gazdálkodók a településtől távolabb eső földek megművelése miatt kiköltöztek a tanyavilágba. A bokortanyákat éppen ezért Nyíregyháza élis kamrájának is nevezik. Bokortanyákról, hogyha az ember körülnéz, viszonylag kevés aktuális információt talál, pedig egy nagyon speciális dologról van szó, Nyíregyháza környékén egy országosan egyedülálló jelenség a bokortanyák. Annak idején mi adtunk már ki ezzel kapcsolatban kiadványt, illetve készítettünk egy kis látványtérképet, hogy mi hol található a bokortanyákban. Elsősorban természetvédelmi, illetve tájszépségi oldalra koncentrálva. Ez a kiadvány annak idején nagyon gyorsan elfogyott, és az ismereteink is egyre inkább bővültek, és úgy gondoltuk, hogy itt a 21. században a legjobb forma, és ahonnan az emberek egyre inkább tájékozódnak, az az internet. Úgyhogy ezért hoztuk létre ezt a bokortanya.hu címen felkereshető oldalt, ahol elsősorban a természet és a táj értékei felől közelítve próbáltunk összeszedni a legtöbb hasznos információt a bokortanyás térségről. Az országban kizárólag Nyíregyháza, Nagycserkesz és Nyírtelek környékén találhatók bokortanyák. Az új honlap mintegy 400 cikkben, 2000 fotóval illusztrálva kínál a látogatók számára barangolási lehetőséget az egyedülálló település szerkezetű térségben. Nagyon sokan tudnak a bokortanyákról, viszonylag kevesen élnek ott életvitelszerűen. És akik szeretnének kilátogatni, és szeretnének egy kis támpontot ahhoz, hogy mit lehet ott látni, mit érdemes megnézni, azok találnak mindenképpen érdekes tudnivalókat. Tehát aki egyáltalán kicsit tájékozódni szeretne, hogy milyen is ez a táj, és különösen azok, akiket a természeti tájértékek érdekelnek, azoknak a érdeklődésére mindenképpen számítunk. A weboldal létrehozásához a Földművelésügyi Minisztérium zöld forrás programja nyújtott támogatást.